Fókuszban az ételek. Élelmiszerturizmus segítheti a települések gazdaságát. A somot népszerűsítik. Felélesztenék a gyümölcs hagyományait. Újra zakatol a kisvasút, Csisztapusztáig újítják fel a nagymúltú vonalat. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a vidéki vendéglátásban a helyi jellegzetességek, ételek és italok. Az úgynevezett élelmiszerturizmus pedig segítheti az adott település, térség gazdaságát is. Erről beszéltek a résztvevők a Kaposvári Egyetemen rendezett második élelmiszer és marketing nemzetközi konferencián. Egy zselici tönköly bárány lepényt hoztunk, aminek az alapanyaga 100% teljes kiörlésű búzaliszt, illetve a hetesi Vágóhídról érkezett bárányhús, és helyi termelőktől a sajt feltét, zöldség pedig a saját termés. Kakukk és borsika fűvel, valamint rozmaringgal is ízesítették a bárányragus lepényt. Ez az étel is kizárólag helyi alapanyagok felhasználásával készült, erősítve a helyi gazdaságot. A Kaposvári Egyetemen rendezett nemzetközi élelmiszer és marketing konferencián elhangzott, a vidéki ízek egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a vendéglátásban. A konferenciának a témája az az élelmiszer turizmus, mert hogy látjuk, hogy ezekre az élelmiszerekre a turizmusban nagyon nagy szükség van, ez segítheti az egyetemünk számára a szintén kiemelt vidékfejlesztésnek a lehetőségeit is, hiszen összekapcsoljuk az élelmiszert a vidékkel, a tájjal, az adott tájegységre jellemző ízeket próbálunk a közönség elé vinni. A helyi jellegzetességek, ételek és italok pedig segíthetik az adott település, térség turizmusát és gazdaságát is. A nemzetközi konferencián egy horvát cég is képviseltette magát. A vállalat, kihasználva a közösségi médiát, egy külön kulináris oldalon tartja a kapcsolatot a fogyasztóival. Minden vásárlónk itt könnyen megtalálja cégünk termékeit, és receptjeinket tudják használni, ezáltal pedig elkészíthetik ételeinket. Többel foglalkozunk, mint gyártás és forgalmazás, hiszen nem csak egy élelmiszeripari, hanem egy kulináris cég is vagyunk. Az élelmiszerek nem csupán fizikai szükségletet jelentenek, hanem élményt is adnak. A Kaposvári Egyetemen tartott konferencián arra keresték a választ, hogy a helyi élelmiszerek miként támogathatják egy település vagy térség további felemelkedését. Tovább csökkent a munkanélküliség a megyében, erről beszélt Neszményi Zsolt Kaposváron. A Somogy megyei kormányhivatal kormány megbízottja kiemelte, a nyilvántartott álláskeresők száma nem éri el a 12 000 főt. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt 19 évben, idén júliusban volt a legalacsonyabb az álláskeresők száma Somogyban. A munkaerőpiaci reformprogrammal kapcsolatos sajtótájékoztatón elhangzott, az előző évhez képest 8,9%-kal csökkent az álláskeresők száma a megyében. Kiemelkedően magas a C-vitamin tartalma, kiváló antioxidáns, és nagy mennyiségben találhatók benne természetes gyümölcssavak. Mégis kevesen ismerik a húsos somot. Éppen ezért a gyümölcs népszerűsítését tűzte ki célul a Húsos Som Társaság. Augusztus közepében kezdődik ennél a fajtánál az érés, folyamatosan hulló gyümölcs, de amint látható, még most szeptember közepén is gyakorlatilag van rajta. Ugye ez függ attól, hogy mennyi volt az eső, a csapadék mennyiség, a napsütötte órák száma. Folyamatosan érnek be a somok ezen a siófoki mintaültetvényen. Itt közel 20 magyar és külföldi somfajta terem, de a közeli termesztőkkel is folyamatos az együttműködés. Ennek köszönhető, hogy a fajta bejegyzéshez szükséges elsőkörös szelekció megtörtént, illetve a fajta nemesítéshez elengedhetetlen faiskolai partner is rendelkezésre áll. A som ellenáll a kártevőknek is minimális a vegyszerigénye. Ezeket a tulajdonságokat is szeretnék továbbvinni egy bejegyzett fajta nemesítésre. Somnövény segítségével. Ez a császlói, ez régi magyar fajta. Főképp az északi vidéken volt elterjedt. Ez a jolikó, ez osztrák fajta, és az a másik három, az az általam nemesített új fajta. Mikből lett a nemesítésük? A magról vetve különböző tulajdonságú növények kelnek ki.
azok lettek szelektálva, és a legjobbak kiválogatva. Az 1960-as, 70-es évekig nagyobb mennyiségben gyűjtötték és dolgozták fel a somot, jelenleg mégis alig ismert. Annak ellenére is, hogy nyelvtörténeti kutatások szerint Somogy vármegye neve is a somnövényre vezethető vissza. 6 éve foglalkozunk ezzel a gyümölccsel, egyesületek keretek között is. Az egyik legfontosabb célunk az az lenne, hogy legyen egy fajta bejegyzett som Magyarországon. Jelen pillanatban nincs ilyen, viszont úgy gondoljuk, hogy 4-5 éven belül reális cél lehet ez számunkra. Emellett természetesen sokat foglalkozunk termékek előállításával, illetve az ismertségnek a növelésével, hiszen hogyha megkérdezünk 10 embert az utcán arról, hogy ismeri-e a somot, milyen íze van, hogy néz ki, én biztos vagyok benne, hogy 1-nél 2-nél többen nem tudnak róla beszámolni. A húsos som Magyarországon őshonos növény. Fogyasztása kiváló beltartalmi értékeknek köszönhetően nagyon egészséges. 2-szer annyi C-vitamin van benne, mint például a citromban. Kiváló antioxidáns is, nagy mennyiségben tartalmaz természetes gyümölcssavakat. Lekvár, csatni és ivóli is készíthető belőle. A génmegőrzés kiemelten fontos a kormány számára, erről beszélt a Kaposvári Egyetemen rendezett környezetgazdálkodási konferencián Rácz András. A környezetügyért felelős államtitkár hangsúlyozta, a megfelelő génkészletek biztosítása érdekében fogadta el a kormányzat tavaly azt a stratégiát, amely idén kezdődött, és 4 évre szól. Több mint 12 milliárd forintot fordít a kormány a génmegőrzési tevékenység fejlesztésére. Van 2 állami génmegőrzési intézetünk, egy növényi és egy állati génmegőrző intézmény, ebből létrejött idén nyáron a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központ. Tehát nem csak az intézményfejlesztés fog megvalósulni 4 év alatt, hanem hálózatos együttműködés a többi szereplővel, valamint olyan mintaprogramok, amik a veszélyeztetett állat- és növényfajoknak a védelmét fogják szolgálni. Hajózás történeti bemutatókkal, gőzhajtású csónakokkal, modellhajó bemutatókkal és számos színes kísérő rendezvénnyel várják az érdeklődőket Balatonbogláron. Hamarosan jövünk a részletekkel. Több mint 1 évtizednyi szünet után újra elérhető lesz kisvasúttal Balatonfenyvesről Buzsákon át a Csisztapusztai gyógyfürdő. Állami támogatással mintegy 2,1 milliárd forintból újítják fel a vasúti vonalat, és egy másik fejlesztés eredményeként megújul az Imre-Majori és a Fenyvesi állomás, valamint Csisztafürdőnél kerékpáros turizmust kiszolgáló állomás is épül. Ennek pedig turisztikai vonzereje is óriási lesz a térségben. A tervek szerint 2021-re mindkét beruházás elkészülhet. A jövőre 70 éves kisvasút felújításának első üteme már megtörtént, hiszen az idei szezontól Somogy-Szent Pálig újra közlekedett a vonat. Az Imre-Majortól Csisztapusztáig tartó 8 kilométeres szakasz felújítása azonban jövőre kezdődik. A pályára kért pályázat az nyilván ugye magát a sineknek a megújítását, cseréjét, alépítmény cserét és a többi tartalmazza. Arra gondoltunk, hogy akkor a topos pályázatból, ami szintén kisvasútra szól, és nyilván a kisvasútnak részei, és nagyon fontos részei azok, hogy milyen váróterembe, milyen épületekbe várjuk a minél nagyobb számú turistát. Ezért arra gondoltunk, hogy mint Csisztafürdőn, mint Balatonfenyvesén, illetve közben Imre-Majorban is megújítjuk a állomás épületet. A beruházásra már késztervekkel rendelkeznek az önkormányzatok, így abban bíznak, hogy jövőre meg is kezdődhetnek a munkálatok. A kisvasúti pálya rekonstrukciójával és az állomás épületek felújításával az eddigieknél is több turista használhatja majd éven át a kisvasutat. A csisztafürdői fürdő is egész évben nyitva van, egész évben várja a vendégeket. A menetrendet kell ennek megfelelően kialakítani, hogy érdemes naponta délelőtti órákban egy vonatot indítani Csiszta felé, és délután, amikor a fürdő zár, vagy a zárás előtti időszakban pedig egyet vissza, hogy a vendégeket visszahozza. A tervek szerint a teljes felújítás mind a pályaszakasz, mind az állomás épületek tekintetében 2021-ben a szezon kezdetére készülhet el.
Egy hétvégi házhoz riasztották a tűzoltókat Kaposváron. A 30 négyzetméteres gondozatlan, elhagyott épület tetőszerkezete gyulladt ki. A megyeszékhely hivatásos tűzoltói a beavatkozás során 3 vízsugárral oltották el a lángokat. A tűzoltás irányítását a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat végezte. Elégtelenre vizsgázott az ellenzék jelöltállításból, erről beszélt Kósa Lajos Kaposváron. A Fidesz-KDNP önkormányzati választásokért felelős kampányfőnöke kiemelte, 828 Fidesz-KDNP-s jelölt van a polgármesteri posztokra, és 128 jelölt indul valamilyen ellenzéki formációban. Emellett 387 jelölt élvezi a kormánypártok támogatását az októberi választásokon. Csak a Fidesz-KDNP az, aki az ország gondjaival teljes külön tud foglalkozni, és mi vagyunk azok, akik el tudtuk érni azt a célt, amit kitűztünk magunk elé az első szakasz végén. Ugyanis a Fidesz azt mondta, hogy legyen lehetősége 8 millió embernek a Fidesz-KDNP jelöltjére szavazni. Most durván 8 millió laknak olyan településen, ahol fideszes jelölt indul. Az ellenzék pedig azt a célt tűzte ki maga elé, hogy mindenütt legyen ellenzéki együttműködés, ahol ez értelmes. Ez egyáltalán nem sikerült, hiszen a 10 000 fölötti településeken van olyan választási rendszer, ahol az egyéni körzetek és a kompenzációs lista az egyáltalán valamilyen keretet ad az együttműködéshez. Még november közepéig látogatható a kaposvári Fekete István látogatóközpont különleges interaktív kiállítása. A Bizar vagy Pazar elnevezésű tárlat a rovarvilág érdekességeit mutatja be az érdeklődőknek a Riplerónai Múzeum gyűjteményi anyagát felhasználva. A kiállítás az iskolai csoportok számára is hasznos lehet, hiszen a látogatóközpont egy foglalkoztató füzet segítségével plusz információkkal is ellátja a diákokat. Talán nézzük a leggyorsabbat, itt a 60 km per óra sebességgel tud repülni az Olander Sender. Érdemes megfigyelni a test alkatát, úgy néz ki, mint egy szuperszonikus repülő. Az az élőlény, az az állat, amelyiknek ilyen hosszúkás szárnya van, azok általában mindig jobban repülnek, mint azok az élőlények, amelyeknek mondjuk a teste zömök, és szinte olyan, mint egy jumbo jet. A földi poszmély ezért nem tartozik a gyorsan repülő rovarok közé, mesélte Ábrahám Levente a Fekete István látogatóközpont kiállításán. A jószágok csótányok, dél-amerikai csótányok, azok ilyen nagyok, a hazai csótányok azok olyan 2 centi körüliek. Az érdeklődők arra is választ kaphatnak az interaktív kiállításon, hogy éle Magyarországon ragadozó lepke. Bár sokszor bizarnak tűnhetnek a rovarok, a fajok igazán különlegesek, mondta a tárlat kapcsán a múzeum igazgató. Én azt hiszem, hogyha valaki a mikroszkóp alatt belenéz és meglátja azt a sokszínűséget, amit a rovarok képviselnek, akkor minden bizonnyal a kiállításon ezenek igazat fog adni, hogy ez a világ bizarr és meg pazar is, hiszen olyan nagy a sokféleség a rovarok között, hogy jelenleg azt becsüljük, hogy 50 millió faj élhet a Földön. A tárlatra a Riplerónai Múzeum gyűjteményének anyagából válogattak, bemutatva általánosságban a rovarvilágot és annak minden jellegzetességét. A legnagyobb lepkefaj az atlaszlepke, de a hazai pillangófajok mindegyike is látható a tárlaton, ahogy a legnagyobb bogarunk a szarvasbogár is, de az érdeklődők közelebbről és veszélymentesen is megnézhetik, milyen egy lódarásfészek. A Fekete István látogatóközpont kiállítása november közepéig látható, addig várják az iskolás csoportokat is, akár kihelyezett tanóra keretében is. Ehhez most készítettünk egy úgynevezett foglalkoztató füzetet is, amiben bővebb információt tudhatnak meg, és hasznosan töltik el itt azt az 1 órát vagy 2 órát a tanulók, amikor megismerkednek a rovarvilággal, ezzel a csodálatos környezettel. A rovarvilágot bemutató tárlat után is különleges kiállítással várják majd az érdeklődőket a Fekete István látogatóközpontban. Akkor egzotikus tájakra kalózolják el az érdeklődőket. A fotókiállításon a japán szigetek világát hozzák el a Deseda tó partjára. 600 millió forintból újul meg több út és járdaszakasz is Kaposváron. A tervek szerint idén ősszel
27 zárt kerti utat, 16 járda és 12 útszakaszt modernizálnak és tesznek biztonságosabbá. A Mező utcában már elkezdték a munkálatokat, itt teljesen új járdát építenek, hogy gyalogosan és biztonságosan lehessen megközelíteni a keleti temetőt. A program keretében megújulnak a járdák, többek között a Bartók Béla és a Pipacs utcában, valamint a Cseri úton, de útfelújítás lesz a Komárom és a Fekete István utcákban is. Csavargőzös ősznyitó címmel egésznapos programokkal várják a Balatonboglára érkezőket a helyi és környékbeli borosgazdák, vendéglátóegységek és a Balatoni Hajózási ZRT munkatársai a hétvégén szombaton a hajóállomásnál. Egész nap hajózás történeti bemutatókkal, gőzhajtási csónakokkal, modellhajó bemutatókkal és számos színes kísérő rendezvénnyel, gyerekprogrammal és könnyű zenei koncerttel várják az ideérkezőket. A Balatoni Hajózási ZRT pedig külön sétahajókat is indít Balatonboglár és Rébfülöp között. A Balatonboglári rendezvényen mindent megtudhatunk a gőzhajók működéséről, a korabeli világról, amelyet a parton lévő gőzhajó múzeum anyaga mutat be az érdeklődőknek. A szervezők azonban számos más kísérő programról is gondoskodtak az őszindító rendezvényen. Bormóló lesz, elektromos hajómodell bemutató, gőzhajó modell bemutató, és jön két gőzcsónak is, amiből az egyik már megérkezett ide a kikötőbe, a másikat szombaton várjuk. Ezek gőzgép meghajtású csónakok itt a Balatonon. Az idei ősznyitó rendezvényhez csatlakozott a Balatoni Hajózási ZRT is, amely a többi között színes programokkal és sétahajókkal is várja az érdeklődőket a nap során Balatonboglár és Rébfülöp között. Az utószezonban a legnagyobb élet most lesz itt a kikötő környékén. Mi visszük a ősznyitó rendezvényünket, ők egy vitorlás versennyel érkeznek ide, ezen kívül egy nemzetközi kemping találkozó is lesz, és a vitorlás versenynek lesz egy nagyon szép része, ahol jótékonysági hajóztatása lesz gyerekeknek. Ők beteg gyerekek, betegségből felépő gyerekek. Őket is várjuk ide íjászattal, illetve egy meglepetéssel is. Az egésznapos rendezvényen emellett számtalan környékbeli borász és vendéglátós, valamint kézműves is várja az őszi Balaton kedvelőit. Fókuszban az ételek. Élelmiszerturizmus segítheti a települések gazdaságát. A somot népszerűsítik, felélesztenék a gyümölcs hagyományait. Újra zakatol a kisvasút, Csisztapusztáig újítják fel a nagymúltú vonalat. A megyével kapcsolatos friss információkat a www.somogytv.hu oldalon olvashatják. Holnap meleg, száraz időre számíthatunk, hamarosan jövünk az időjárás jelentéssel. A mai miértben az idei médiahajóról láthatnak összefoglalót, tartsanak velünk akkor is, szép estét, viszontlátásra!